Az meg él. Mert hogy faszapom. Lehet egy kicsit kótyagos lett, miután fejbe talált egy ilyen nagy kaliber. Nem. Jajajaj. Már megy is le. Azt hittem, hogy dompont bele fog állni. Azért inkább felmegyek a trojkához. Ami most már van egy trojka? Nem egy kibaszott izé, torkbow. Ó, oh, ott egy gránátos! A kurva anyját. Legyen csak offline, kell a kutyának. Oké, okay, ez jó volt. Ez jól alakult. Itt valahol volt emo, nem? Na, itt van. Láttam én. Jól emlékeztem akkor. A szemem nem csalt. Nem káprázott. Most megyünk is innen, dom, ne gyere után. Ott van még egy másik töltény is. Kobban egész vicces, hogy elosztani a töltényeket egyébként. Főleg, hogyha nehezebb fokozaton játszatok, folyton mindenki csak sírni fog a töltényed. De hát még mindig ez az egyik kedvenc játékom, amihez szép emlékeket tudok csak kötni. Hú, spooky, megették a fél arcukat! Miért nem az egészet ennyi erővel? Ez a rész meg szar. Ah! Gyors vagy! Se baj, most már jobban felszek készülve. Hmm. Jól van. Erre nem is mondok semmit. Ha. Én csak azt a íjász faszit akarom, Legolaszt. Ki a bokron keresztül ne érdesz lelőni. Főleg, hogy nincs is arcvédője, de így is. Csak a sisak keresik le, mikor arcba lövöm. Mert ugye bár logikát ne keressünk a videójátékokban. Áó! Kis rohadék. Ott fent is láttam egyet? Jól láttam? Majd domot szedjük fel gyorsan. Bármikor! Akkor ne dob ki engem a fedezékemből. Itt még ne hősködjünk. Na, ó, oh, ott van a kis fejed. Elnézést észre se vettelek? Ó, sem már mögöttünk vannak. Ó, jaj. De mit a fontos? Néha is meg tud ölni ellenségeket, szóval inkább őt kapadjuk feled. Ezeknek mit a kicsit kevesebb életük lenne? Csodás! Nyugi, nincsen baj. Ez itt most borzalmas lett volna, hogy feltelen. Az időzítésem, mint egy kibaszott alkoholistának körülbelül. Él meg? Akkor az egyik nem volt tiszta fejlővét. Frankom. Oké. Okay. Elég veszélyesnek tudni, képzeld el, hogy ide tudja, hogy jönnek deszkások, és itt valaki tudja, hogy meghalna. Elég keménynek tűnik. Csak vajon vannak ezen a bolygón deszkások? Itt már nem is él egy csomó poénom, mert az első kettőreben tök jó poénokat tudtam elsütni, hogy összehasonlítottam a kettő bolygót, de azt nem biztos, hogy megismételtem a izében, mert még nem játszottam végig a játéknak az elején. Újra. Várni akartam, addig ezt be nem fejezem. Szóval miután ezt végigviszem, játszom újra a játéknak az elejét lényegében. Na mindegy, ezek a poénok halottak akkor. Bánom is én.
nem voltak olyan nagy számok. Mondom, ezért nem szeretek újra felvenni dolgokat, mert vagy azt csinálom, hogy újra játszom azt, amit régen csináltam, de ez úgy már számomra is erőltetettnek tűnik, meg szerintem akkor ti is érzitek, hogy ezt már csak erőltetem. Vagy egyszerűen sokkal snasszabb lesz az egész. Meg unalmasabb is egy picivel, mert körülbelül 6 órával ezelőtt vittem végig, mentem át azon a részen. Nagyon 7 órával ezelőtt. Senki sem akar ugyanaz a játékkal játszani, kivéve hogyha mondjuk multiplayer vagy mondjuk egy RPG. De ez csak egy csőjáték. A csőjátékokkal nem jó játszani éjjel-nappal. Már régen gyakran csináltam ilyeneket, szóval... Mindegy. Mert akkor is inkább maratonokat tartottam, mondjuk Gears of War 1-2 maraton, mikor még nem volt harmadik rész. Hójaj. Oké, elnézést, hogy rossz... szomszédságba jöttem, majd látom. Azt mondjuk is így gondolták, hogy ez egy rossz szomszédság, és inkább visszamentek. Ó, bazd meg! Neked még nem kéne itt lenned! Faszom van! Miért ilyen kibaszott nyomorultak, hogy közel jöjjenek hozzám? De még időben vissza tudtam volna bukni, de azért örülök, hogy... Nem találtam. Alapból nem fölé ment volna a lövés. Jól van. Már éreztem, hogy már elég lesz kevesebb egy fejlővésnél. És szerencsére ez be is vált. Ez a része a játéknak nekem túl szűk. Nem az én ízlésemnek megfelelő. Nem érzem magam túlságosan kényelmesen. Bármikor támadhatnak a háztetőkről például? Igazából nem valószínű, igazából soha nem támadnak háztetőkről. Ablakokból igen, de háztetőkről nem valamiért. Á, még egy rész, amit rühellek. Igazából viszont innen tudom, hogy már közel vagyok. Mert eleve az a címe ennek a fejletnek, Close to Home, közel vagyunk az otthonhoz. Itt általában sokat szívok ennél a résznél, és említőleg nem lesz, nem így lesz. De ha már kettő tárka egy kurva ellenségből, soha nem jó jön. Te nem akarsz, hát... Ó! Előbújni. Oké, ahogy látom, a célkereszt az semmit nem jelent ebben a játékban. Meg a zene is olyan különös. Meghalnál végre? Na, ilyen kibaszott seggfej. Töltsd be, uram! Végre, haver. Te mi a faszomat akarsz itt alattam? Jól van. Folyton beszopom ezt a kurva újratöltést. Ha? Ó, jaj. Rájött arra, hogy ki itt a danger. Ez is kicsit olyan necces volt. Hopp! De se baj, beleesti a csapdámba. Itt valamiért írtó buták vagytok. Na? Úgy né. Te mi a fasz csinálsz? Na? Csak bújj elő. Te meg tudjak célozni fejre. Totál a fejébe ment volna. Ott van a fejé, hogyha fel fog bukkanni, akkor csak oda kell célozni, hogy na, egy töltönyen maradt, és most valószínűleg
a legtöbb töltény ebből a töltényes ládából a kibaszott revolverbe fog menni. Ahogy gondoltam. Se baj, a snipperbe is ment. Meg ez is megtelt. Oké, ez amúgy sokkal jobban alakult, mint ahogy kellett volna neki. Ezt meg soha nem tudtam, hogy be lehet itt rúgni. Lehet, hogy van valami gyűjteni való, vagy volt. És csak nem emlékszek rá, hogy én itt már jártam korábban. Jó, majd csak töltény. Ha! Érdekes. Felettébb érdekes. Nem tudom, mit csinálni a két az emberrel. Egész morbid dolog feledéknek használni ilyen sírköveket. Azért ott el a fejedbe ment haver. Miből van a fejed, geci? Nekem egy kicsit puhább anyagból van. Ó, hello! Rendben, távol már nincsen senki. Zsír. Még több postás szobrok. Meg még több vér. Majd trojkból viszont. Tork, nem trojk. Mondom, trojkával folyton egy össze akarom fűzni. Arra meg nem lehet egyáltalán rálátni, szóval a kurva anyámat azt hiszem. Itt meg pont nem bújtam vissza a fedezékembe, de egy kapzsi kis disznó vagyunk. Szóval, ja. De majd később veszünk fel. Aj, vegyük csak fel. De nem is számít semminek, az, nem is lehet bántani azt a izét. Trojkát. Az anyaföldnek a legjobb találmánya. Ó, még egy pont, amit nem tudtok érteni, mert ugye bár újra fel kellett vennem az előző részeket. Szóval a trojka eléggé oroszosan hangzik. És ugye bár nem tudom, mint hogyha ennek a bolygónak a Szovjetuniója találta volna ki. Ugye milyen vicces? Oké, okay, most már egy direkt erőltetőtnek próbálom bemutatni, azért ilyen snacz az egész. Amúgy egész, na mindegy. Hogy basznád meg te is? Mi a fasz van? Láthatatlan erőfal, ami védi őket a kibaszott lövésektől. Ez meg egy gyönyörű fejlődés lett volna, hogyha... De most is aki kapta volna, ó. Ne butáskodjunk. Meg valahogy visszanőtt a sisakja. És én nem tudom, hogy hova akarunk menni. Dominik nem megy sehol. Maradjunk a Tomi fedezékben. Bárcsak tudnának mászni ebben a játékban, de nem. Talán itt lent kéne mennünk. Nehogy meghaj nekem. Ó, lent is van! Ezt nevezem én meglepő fordulatnak. Nos igen, erre tényleg nem számítottam. Se baj. Vegyük fel akkor. Még eléggé késre tettem a lövést. Nem csoda, hogy mellé ment. Ezt az ilyet meg közben eszemített, hogy még később úgyis használnunk kell, szóval... Nyugi, majd be lesz a mutatva az is. Pedig most Doma tökéletes elterelés vagy.